Sziasztok! Na, ahogy ígértem az előző videóban, megmutatom nektek a gyerekkori kincses ládámat. Itt van most mellettem ez a doboz, amiben a régi emlékeim vannak. Levelek, fényképek, koncertjegyek, és ide kiraktam magam elé a földre mindenfélét, amit majd megmutatok nektek. Hello! Úgyhogy nézzük is, hogy mik vannak itt. Találtam egy ilyen műanyagtartót, amiben tábori levelek vannak. Én cserkész voltam, illetve cserkész vagyok, csak már nem vagyok aktív egy csapatban sem, de 15 évig jártam minden nyáron cserkész táborba. Ezek kéthetes táborok voltak, ilyen nomád táborok az erdő közepén, és volt tábori posta, és elraktam nagyon sok levelet. Most nem fogok felolvasni egyet sem, mert szerintem nem lenne nektek annyira érdekes, de nézzétek, itt van rajta a nevem, ott van, hogy Sisi, és hogy Hattyú, mert én a Hattyúesben voltam. Ja, úgyhogy nagyon izgalmas volt mindig, hogy kapsz-e levelet a szerelmettől, az aktuális tábori szerelmettől, mert ez azért elég gyakran változott. Nagyon sok képes lapom van, nem mutatom meg az összeset, mert rengeteg van, egész életemben az összes képes lapot elraktam emlékbe. És most is mindent elrakok, vannak szülinapi képes lapok, hészülinapos, karácsonyi képes lapok, boldog karácsonyt, egy képes lap Japánból, egy képes lap Franciaországból. Ezt a képes lapot egy cseh cserkész barátomtól kaptam. Aztán néhány névnapi képes lap szeretettel névnapodra. Úgyhogy ezekből nagyon sok van tényleg, és rengeteg fényképem is van. Megmutatom nektek a kedvenc fényképemet magamról. Azt hiszem, hogy itt 3 éves vagyok, amely nem tudom, hogy kell mutatni, ne haragudjatok, hogyha idegesítő lesz ez a videó. Soha nem szoktam olyat csinálni, amiben mutogatok dolgokat. Nem vagyok teljesen biztos abban, hogy ezt hogy kell beállítani, meg hogy néz ki jól. Úgyhogy köszönöm szépen, ha türelmesek vagytok velem. Szóval, ez én vagyok, itt rajzolok. És ide van írva a hátuljára! Nézzétek! Szilvike 5, mi? 16! 16 hónapos. Jaj, ez mennyi? Két éves. Két éves vagyok itt. Szilvikének csak a család hívhat. Senki nem szokott már egyébként Szilvikének hívni. A nagymamám hívott Szilvikének csak. Egyébként utálom, ha Szilvinek hívnak. Sziszinek hívott mindenki egész életemben, és kizárólag a nagymamám hívhatott Szilvikének. Szóval itt rajzolok, és azért szeretem ezt a képet, mert van hozzá egy sztori. A bátyámnak ez az egyik kedvenc története, amit már rengetegszer elmesélt nekem, hogy nagyon szerettem rajzolni, de ha valami nem úgy sikerült, ahogy én azt elképzeltem, akkor elkezdtem ütni a papírt a ceruzával, addig, amíg ki nem tört a ceruzának a hegye. Úgyhogy, hát voltak problémáim. Aztán megtaláltam az általános iskolai bizonyítványomat. Ebben első osztálytól 8. osztályig vannak a jegyeim, az évvégi jegyeim, tehát kb. 6 éves koromtól 14 éves koromig. Nézzük, hogy milyen tanuló voltam. Hát egyébként emlékszem, hogy elég jó tanuló voltam. Főleg általános iskolában mindenből 5-ös voltam. Jeles vagy kitűnő. 1-2-4-esem volt 8-ban, amikor már elkezdtem tinédzser lenni. De nézzétek, 7. osztályban mindenből a legjobb jegyet kaptam. Úgyhogy 13 éves koromban még okos voltam. Aztán van még itt egy oklevél, ez is nagyon tipikus dolog Magyarországon, ha bármilyen versenyen részt veszel, akkor fogsz kapni egy oklevelet,
akkor is, hogyha nem nyertél semmit, vagy nem értél el helyezést, de ez egy nagyon menő oklevél. Pap Szilvia részére a kerületi népdal éneklési versenyen ének kettős kategóriában elért arany minősítéséért 2005. május 26-a. Jártam népdal körbe is, és jártunk versenyekre is, és úgy tűnik, hogy egyet meg is nyertünk. De nagyon szerettem, moldvai csángó népdalokat énekeltünk. Na, menjünk tovább, van még egy másik oklevél, amit meg akartam nektek mutatni, imádom. Ezt a legjobb barátném, a Rebeka készítette nekem, és ezzel az oklevéllel gratulál nekem, hogy 12 éves lettem. A Rabbi nagyon kreatív volt mindig. És ha már itt tartunk, a Rebivel volt egy olyan szokásunk, hogy leveleket írtunk egymásnak, de nem adtuk fel postán, hanem az iskolában odaadtuk egymásnak. Kitaláltunk magunknak egy másik nevet, egy fiktív nevet, volt egy kitalált családunk, kitalált hobbiaink, kitalált életünk, és úgy írtunk egymásnak, mintha ez lenne az igazi életünk. Még fényképeket is küldtünk egymásnak, hát lerajzoltuk saját magunkat, és írtuk a levélben, hogy küldök neked egy fényképet is. Úgyhogy imádom. És ugye nem postán adtuk fel őket, hanem az iskolában odaadtuk egymásnak, és rajzoltunk rá bélyeget. A Rebeka barátnőmnek az volt a neve, hogy Petőfi Martina Hermina, nekem pedig az volt a nevem, hogy Lázadó Evelyn Wilhelmina. Ja, Istenem, borzalmas. Igen. Szerintem erről ennyit. De várjatok? Na, megmutatom, mert ebben a levélben pont van fénykép, amiről meséltem. Rebi lerajzolta a családját, mármint küldött egy fényképet a családjáról. Ennyi testvére van. Viktor, Szabolcs, Ádám, Martin, Márton, Raúl, én és Kornél. Igen. Úgyhogy ezzel ilyenekkel szórakoztunk. Ez az egyik kedvenc gyerekkori emlékem. És nagyon rég találkoztam a Rebivel, ő is külföldön él. De egy pár évvel ezelőtt, amikor sikerült találkoznunk, átjött hozzám. Ittunk egy kis bort, és elővettem ezt a dobozt, és felolvastuk egymásnak ezeket a leveleket. De én ennyire még életemben nem visítottam a röhögéstől. Tényleg eszméletlen vicces volt. Úgyhogy nagyon jó ezeket megtartani. Remélem, hogy nektek is vannak ilyen emlékeitek, amiket meg tudtok nézegetni. Egyébként tök vicces, én akkor szoktam ezt a dobozt mindig kinyitni, ha elmegy az internet. Vagy elmegy az áram, és akkor mindig az első gondolatom, hogy na, most végignézem ezt a dobozt. Nézzük, mi van még itt. Oklevelet, bizonyítványt mutattam. Találtam egy Paramore koncertjegyet is. Ez mondjuk nem annyira gyerekkori emlék, 2013-ban volt, szóval 10 éve. Akkor voltam 22 éves, már nem voltam gyerek. De nagyon-nagyon szép emlék volt, és emlékszem, amikor megláttam, hogy jönnek Budapestre, hát majdnem leestem a székről, annyira örültem, és tökre emlékszem, hogy nem is volt drága. 4600 forint volt. 4600, egy Paramore jegy. Én akkor azt gondoltam, hogy biztos 20 vagy 30 ezer lesz legalább, mert ők annyira menők. Úgyhogy nagyon jó volt. Persze sírtam a koncerten, annyira örültem. Aztán találtam még régi maléos repjegyeket. Ezek még régiek, amiket így kézzel kellett írni. Anyukám a Malébnál dolgozott, és ezért elég nagy Malév fanok, Malév rajongók vagyunk az egész családdal, vagy hát voltunk. Még mindig azok vagyunk, csak Malév már nincs, sajnos csődbe ment. Ez volt a Magyar Légitársaság. Aztán... Ez... Nem tudom, hogy ezt benne fogom-e hagyni a videóban, majd meglátjuk.
Ebben a füzetben vannak a verseim. Szerintem körülbelül 10 éves voltam, amikor ezeket írtam, és nem tudom, hogy fel tudom-e úgy olvasni bármelyiket is, hogy ne legyen rohadt idegesítő, hogy mennyire röhögök. De megpróbálom, mert hát műalkotás mindegyik természetesen. Na jó. Sok virág nyílik a mezőn, illatosak és szépek ők. Bár senki sem tudja, hogy élnek, mégis mindent hallanak, amit beszélnek. Sok gyerek letépi, s szaggatja őket, ilyen a gyermeklánchű, amit szétfújva szélnek eresztenek. Ne hidd, hogy a kutyatej a kutya tejéből ered, hiszen csak a tehén és a kecske ad tejet. Ilyen szép kézírásom volt, amikor kicsi voltam. Nem tudom, van-e még olyan, amit felolvassak, mert úgy érzem, hogy a többit azt nem tudom vállalni így az interneten. Nem, ennyi volt. Ezt az egyet felolvastam. A többi az titok marad előttetek. De gondolom, hogy nem lesz miatta álmatlan éjszakája senkinek. Aztán már csak egy dolog van, amit nagyon-nagyon szerettem volna megmutatni, ami nem más, mint az emlékkönyvem. Én nem tudom, hogy ezt csinálják-e még gyerekek, kétlem, de fogalmam sincs, őszintén nincsenek a családban általános iskolás gyerekek, körülöttem sem nagyon, úgyhogy fogalmam sincs, hogy most mi a divat, de hát én gondolom, hogy inkább a social media, közösségi média, mint az emlékkönyv. Na de, amikor én iskolás voltam, mindenkinek volt emlékkönyve, és ez egy üres füzet, amit odaadtál mindenkinek az osztályból, néha a tanároknak is, és akkor ők írtak bele, rajzoltak bele, voltak ilyen tipikus kis versek, mondókák, amiket mindenki emlékkönyvbe írt, volt, aki kicsit személyesebb dolgot írt, aztán hol van, ezt mindenképp meg akarom mutatni, ez például nagyon tipikus emlékkönyv, kiesett belőle valami. Ó, egy levél, amit lepréseltem valamikor 15 milliárd évvel ezelőtt. Szóval, emlékül, hát ez nem fog annyira látszani, mert ezüst tollal írták, ami szintén nagyon menő volt. Diós tekercs, mákos tekercs, engem soha el ne felejts. Alitól Sziszinek, 2000. november 8-a. Ez se látszik, mert ez meg aranytollal van. Na, és ami nagyon menő volt, hogy ide a lap sarkába, a lap sarkát ezt felhajtottad, ráírtad, hogy titok, és valami nagyon titkos üzenetet írtál bele, ami általában valami hülyeség volt. Ebben mi van? Légy boldog, mint a kis cica, mikor ajtó a farkát szorítja. Köszönöm. Tele van ilyenekkel. Matricákat is ragasztottak bele. A kedvencemet megmutatom nektek mindenképpen, amit az énektanárnőmtől kaptam, Emi nénitől. Vannak hozzá 101 kiskutyás matricák is, és Emi néni azt írta nekem, hogy emlékül Sziszinek, minden szépség annyit ér csak, mire becsüli magát, ne add magad egy világért, s többet érsz, mint egy világ. Vajda János, szeretettel Emi nénitől. Nagyon-nagyon szeretem ezt az idézetet, nagyon sokszor eszembe jut, és nagyon szép emlék. Vannak benne nagyon szépek, és van benne egy-két csúnya, amit hülye fiúk rajzoltak bele, és elrontották a gyönyörű szép emlékkönyvemet, de hát a fiúk hülyék, ezt tudjuk. No offense. Aztán, ha jól emlékszem, akkor az, hogyha valaki az utolsó oldalra írt, az valamiért nagyon különleges volt, de lehet, hogy ez csak az én barátnőimnek volt a hülyessége, nem tudom. De itt ilyen óriási veszekedések vannak az emlékkönyvem végén arról, hogy ki írjon az utolsó oldalra. A Rebi írt az utolsó oldalra. És akkor utána valaki még ide, ami már nem egy lap, hanem a könyvnek a borítója. Aztán
elkezdtek ragasztani plusz extra lapokat ide az emlékkönyvemnek a végére, hogy az utolsó oldalra tudjanak írni mindenképpen. Nem tudom, hogy ez miért volt fontos, és hogy csak egymást szivatták-e, vagy ez azt jelentette, hogy az a legjobb barátnőm, aki az utolsó oldalra ír, nem tudom, de nagyon vicces. Úgyhogy ez... imádom. Ez az egyik kedvenc emlékem. Na jó. Én szerintem megmutattam nektek mindent. Ha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel a csatornámra, és lájkoljátok ezt a videót, és ha szeretnétek még több ilyen tartalmat, akkor írjatok nekem kedves kommenteket, mert attól mindig nagyon motivált leszek. Köszi még egyszer, hogy itt voltatok. Sziasztok! Elmész? Akkor most menj el. Aztán megtaláltam az évvégi jegyeim, tehát kb. 6 éves. Tehát kb.